Sziasztok, én Kökény Béla vagyok, és nem olyan régen nyitottuk ki az iskolánkat, a Build Your Future Academy-t, amit meg tudtok tekinteni a www.kökényakadémia.hu oldalon, és szeretném nektek bemutatni iskolánk egyik oktatóját, Kővágó Henriettát, aki a bemelegítés és nyújtást fogja tanítani a sulinkban. Hát én így pár szóba szeretném elmondani, hogy miért fontos a véleményem szerint, mint testépítő szerint a nyújtás fontossága. Amikor elkezdünk edzeni, vastagítani az izmainkat, veszít a rugalmasságából, és ezáltal megrövidül. Ez annyit jelent, hogy az izom eredése és a tapadása között csökken a távolság. Biztos láttatok már olyan srácokat, hogy mondjuk így áll a karjuk, ilyen kis T-rex karjuk lesz. Ilyenkor nem nyújtották le mondjuk a bicepsüket, brachialisukat, és nem tudják kinyújtani rendesen a karjukat. Vagy mondjuk egy ilyen vállövet, egy ilyen testtartást, amikor a váll előre ugrik, ilyenkor a mellizom van összeszűkülve, és a vállövet összehúzza. Na hát ilyenkor azért nagyon sérülékeny tud lenni ez az izom, egy nagyobb súly leengedésekor képes elszakadni. Hogyha mondjuk testépítő szándékotok van, testépítő versenyző szándékotok van, akkor meg különösen fontos, mivel hogy egy beszűkült vállövvel egy mellcsípőpószt nem fogtok tudni megcsinálni, az nem fog jól kinézni. Úgyhogy mindenféleképp fontos, és amit már nagyon sok videóban elmondtam, hogy az izomnak a mérete az izompójától függ. Most én erre szoktam csinálni olyan testépítő gyakorlatokat, amitől nagyon nagyra durran az izom, és az izompója ezáltal tágul. De most ez egy megfelelő nyújtással kombinálva, ugye még nagyobb eredményeket lehet elérni. Jó, jegyezzétek meg, egy izom akkora tud lenni, amekkorára az izompójája engedi. Jó, úgyhogy én át fogom adni szót a Henninek, ő el fogja nektek magyarázni, szerintem sokkal értetőbben, meg egy hétköznapi ember számára is, hogy mennyire fontos. És valószínűleg csinálni fogunk egy-két gyakorlatot, aminek áldozatául fogok esni. Sziasztok, Kardos Kővágó Henni vagyok, és én vagyok a Kökény Akadémia egyik új oktatója. Egyébként civilben személyedző vagyok, valamint rúgsportoló, és nyújtást is szoktam tartani táncosoknak, versenysportolóknak, de hogyha az átlagember fordul hozzám, akkor neki is nagyon szívesen segítek abban, hogy hogyan nyújtsa le a fáradt, illetve a beállt izmait. Béla ugye elmondta, hogy a testépítés szempontjából miért is fontos a nyújtás, de miért fontos egy átlagember számára? Nagyon fontos szerintem az, hogy ha nem sportolsz versenyszerűen is, odafigyelj az izomzatodra és karban tartsd azt. Tehát, hogyha sokat végzel ülőmunkát, irodai munkát, nagyon fontos, hogy mobilizáld az izületeidet, valamint az izmaidra is figyelj. Ha nem edzel rendszeresen, akkor is azért a minimális nyújtás és mobilizálás legyen meg. Erre hamarosan mutatok nektek gyakorlatokat is. A munkám során is azt tapasztalom, hogy sajnos nagyon kevesen figyelnek oda a megfelelő mennyiségű és minőségű nyújtásra is. Nagyon fontos azt is tudni, hogy egy-egy izmot nem csak egy-egy gyakorlattal nyújtunk, hiszen minden izomnak, illetve nem minden izomnak, de sok izomnak ugye vagy több eredési, vagy több tapadási pontja van, tehát nem feltétlenül elég az, hogy egy szögből vagy egy irányból nyújtjuk meg az adott izmot. Nagyon fontos tudnunk ehhez egy alapszintű anatómiát, ezzel nem árt tisztában lennünk, valamint én ezt egy missziómnak tekintem, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy miért nem érdemes lespórolni az edzés végi maximum 10 perc nyújtást. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki tud rá elég időt szánni, viszont nagyon sokban javítja a sport teljesítményt és segít elkerülni a sérüléseket is. Általában a rotátor köpeny bemelegítése és nyújtása egy elég elhanyagolt terület. Na most Béci kezében egy gyönyörű rózsaszín súlyzót láttok. Egyébként a rotátor köpenyhez nem is szükséges nagy súly, hogyha a kondiban látjátok, hogy majd megszakadnak a nagy súlyok alatt, teljesen felesleges, ugyanis a rotátorköpenyt nem feltétlenül kell a bemelegítésnél még nagyon nagy súllyal erősíteni. Úgyhogy kis súllyal fogunk csinálni olyan feladatot, ilyet már biztos láttatok, innen indul majd szépen a kar, test mellől rögzítjük a felkart az oldalunkhoz, és szépen forgatjuk kifele úgy a kar, hogy a könyökünk ott marad a helyén. Itt is látszik, ha megnézitek a mozgástartománynak a különbsége, hogy Béla testépítő izomzata és az én rúgtáncos izomzatom mennyivel másképp, illetve más tartományban mozog.
ugyanezt a feladatot ugye megcsinálhatjuk itt is. Itt ugye lefele fogjuk majd forgatni a súlyzót, és onnan fölfele. Fontos, hogy nem kell kapkodni, de nem is kell nagyon-nagyon lassan. Tényleg egy kényelmes tempóban kell végezni a feladatot. Magány a súlyzó. Érdemes ezeknél a feladatoknál egy 15-20-as ismétlés számmal dolgozni, és tényleg nagyon fontos még egyszer kiemelnem, hogy itt nem a nagy súly a lényeg. Az imént végzett feladatokat tudjuk egyébként szilikon szalaggal is végezni, illetve van egy nagyon jó plusz feladatom is, ez nem annyira ismert feladat, de kis terpezben kell hozzáállni, picit behalítjuk a térdet, egyenes háttal előre dőlünk nagyjából 45 fokig, és ide kell arc elé emelni a kezecskét, innen fogunk nyitást végezni, és visszaengedést, megint csak nyitást, és visszaengedést, egyébként ezt is lehet szilikon szalaggal végezni, és tök jó grátisba, hogy plusz még ugye kicsit azért a derekünk is erőlködik már az edzés elején, tehát be tudjuk melegíteni kellőképpen a derekunkat is. Úgyhogy léci, prezentáld nekünk a feladatot. Nyitod szépen a kart, majd csukod vissza. Nyitod, és csukod. Itt is a klasszik gyúrós légzésre kell figyelni, tehát erőkifejtésnél fújok, visszafele szívok. Az összes bemelegítő gyakorlatra és ilyen mobilizációs gyakorlatra az a jellemző, hogy kis súllyal kell végezni. Hát olyan 10-15, inkább 20 ismétlésben, és érdemes legalább 2, de inkább 3 körben végezni őket. Szerintem gyakrabban melegítenek az edzőterembe járók a rotátorköpenyre, viszont nagyon kevesen tudják, hogy hogy kell lenyújtani, úgyhogy megnézzünk egy pár feladatot, ha Béci képes betenni ide a kezecskéjét, akkor például egy olyannal fogunk indítani, hogy a kezünket szépen ide tesszük a hátunk mögé. Itt próbáljuk ugye teljesen kihúzni magunkat. Na, ez már nem biztos, hogy Bécinek menni fog, de el kéne kapjuk ugye a könyökünket, és el kell kezdeni előre húzni. Itt ugye masszívan érezhetjük belül a felkarcsontnál valóban a rotátorköpeny izmainak a megnyúlását. Amennyiben ez egyedül nem sikerül, akkor természetesen társal, vagy egy rúd segítségével is meg lehet oldani a feladatot. Nos igen, Béci az ékes példája a testépítő izomzatnak. Na, nagy nehezen megvan, és próbáld meg ide teljesen a vállizülethez kitolni. Na, ezért kell nyújtani, srácok, látjátok? Bárhova, főleg, hogy itt kéne legyen a rúd. De ez valószínűleg a Mission Impossible, itt kéne legyen. Akkor most megpróbálom megmutatni helyesen a gyakorlatot, hogyha hasonlóképpen merebb a vállizület, mint Bécinél, akkor nem biztos, hogy fog sikerülni, de csajoknak, illetve lazább izülettel rendelkezőknek azt hiszem, hogy fog menni. Tehát felhúzzuk szépen ide a rudacskát. Nagyon fontos, hogy a könyöknél támasztjuk be, és az alsó kézzel, amivel fogunk, azzal toljuk hátra, a felső kézzel pedig húzzuk, és ez az ellentétes hatás fogja nyújtani tulajdonképpen a rotátorköpenynek az izmait. Következő feladathoz, Béci, megkérlek, hogy dobj egy hasast, kérlek, a szőnyegen. Nem mutatod meg? Megmutathatom, egyébként alapvetően ugye ezt a nyújtást fogjuk végezni. Nagyon fontos, hogy így még önmagában semmit nem fogunk érezni, viszont szépen bele kell toljuk a vállat, és ugye húzzuk keresztbe a kart. Alapvetően ezt ismerhetitek, mert mindenki a vállnak a hátulsó fejét nyújtja ezzel a gyakorlattal, de fontos kiemelnem, hogy azért a rotátorköpenyt is ilyenkor megnyújtjuk. Viszont sokkal hatásosabb a dolog, hogyha hasonfekvésben végezzük, de ezt általában segítséggel és partnerrel fogjuk tudni megcsinálni, úgyhogy mutatom. Én egyébként szoktam csinálni ezt a nyújtást, mondjuk a padra leteszem a karom és nyújtok, vagy bele kapaszkodok valamit. Úgyis nagyon jó, igen. Hát ez nem az, lazább vállizületnél azért az lesz a feladat lényege, hogy húzzuk azt az oldali vállat, ahol nyújtást szeretnénk, és az ellenkező lapockát pedig toljuk le. Itt ugye ellentétes hatással magának a jobb vállnak a nyújtását és a rotátorköpeny nyújtását fogjuk előidézni. Testépítők és férfiak abból a szempontból hátrányban vannak, hogy a megemelkedett, illetve magasabb tesztoszteron szint miatt sokkal merevebbek az izületek, illetve az izmok. A nők... Ilyenről szó nincs nálam.
A nőknél pedig ugye jellemző, hogy nehezebben nyújtják le mind a vállat, mind a tricepset, mert annyira laza a vállizület, ugye az ösztrogén miatt, vagyis hát a kevesebb tesztoszteron miatt, hogy nekünk sokkal nehezebb olyan feladatokat találni, amiben tényleg érezzük a nyújtó hatást, semmint egy testépítőnél vagy egy férfi sportolónál. Itt igyekeztünk belevinni egy kis tréfát, de én azért mindig szoktam nyújtani, ismerem az adottságaimat, és meg a képességeimet, és ehhez mérten szoktam én nyújtani, az izomtövegem, amit épp enged, de nyilván egy profival, mint Henny, teljesen más lesz nyújtani, úgyhogy szerintem fogunk tőle még sok mindent tanulni. Én kétfajta nyújtást szoktam megkülönböztetni, az egyik az edzés utáni, úgymond regenerációs stretching. Ezekkel a feladatokkal kerülünk igazából nullára, tehát állítjuk vissza az izomnak a rugalmasságát, és ugye a bedurrant és megdolgoztatott izmokat visszanyújtjuk az eredeti hosszukra. Ez inkább egy ilyen regenerációs célzattal történik, és van a fejlesztő hatású stretching, ami pedig ugye inkább a mozgástartomány növelésben, valamint a hajlékonyságfokozásban játszik fontos szerepet, úgyhogy mutatni fogok igazán extrém nyújtó gyakorlatokat is azoknak, akik egyébként alapvetően lazák, vagy nagyon rajta vannak a hajlékonyságuknak a fejlesztésén. Nem csak a spárganyújtásnál, hanem a guggoláshoz is egyébként nagyon fontos az, hogy a csípő megfelelően át legyen mozgatva, mobilizálva legyen, illetve jól le legyen nyújtva. Úgyhogy most mutatok egy tök jó csípő mobilizációs feladatot, lesz kezdő, illetve haladó verzió is. Hogyha BC-hez hasonlóan te is testépítő vagy, vagy nagyobb izomtömeggel rendelkezel, akkor valószínűleg az ilyen nagyon laza mobilizációs feladatokkal meg fog gyűlni a bajod. Úgyhogy mutatok most pár olyan feladatot, amit kevésbé lazák és hajlékonyak is meg tudnak csinálni. Az egyik kedvenc csípőhorpasz nyújtásomat fogom most megmutatni nektek, de nagyon fontos hozzá megfelelő csípőbillentés hátra. Tehát amikor így billentek, akkor hátrafele billen ugyebár a medence. Úgyhogy erre a billentésre kell nagyon-nagyon figyelni, megfeszítjük a farizmot, billent hátra a medence, és ha jól csináljuk, akkor itt kell ugye érezzük szépen a csípőhorpaszban a nyújtó hatást. Ha az előző feladat nem lett volna elég, vagy nem érezted volna megfelelően, akkor mutatok egy extrémebb kihívást. Itt ugyanúgy előre kell lépni az egyik lábbal, csípőt ugyanúgy toljuk, viszont most nem csak a billentésre figyelünk, hanem arra, hogy a tala irányába tolom le szépen a csípőt, amelyik lábam elől van, azonos kezecske jön a talajra, és szépen fordulok kifele, fölfele a plafon irányába, és így érzem a legjobban. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Hennynek április 9-én és 10-én lesz képzése itt. Csekkoljátok, és további tartalmakért kövessetek minket. Sziasztok!